Újoncként vágott neki az elmúlt szezonnak a Máté Szalkai MTK, ennek ellenére a vezetők magasra tették a mércét. A második, ötödik hely valamelyikének elérését tűzték ki célként a csapat elé. Ehhez persze meg kellett erősíteni a játékos keretet, a rutinosabb és fiatalabb saját nevelésű kézilabdázók mellé többen is érkeztek a felkészülési időszakban. Kisvárdáról, Nyíregyháza környékéről új igazolásokkal megpróbáltuk egy kicsikét színesíteni a palettát. Én úgy gondolom, hogy ezek az új igazolásokat egyrészt a lányok is elfogadták, tehát az itteni korábbi csapattagok, másrészt pedig a újonnan ide kerültek nagy része elfogadta ezt a kis közösséget. Én nagyon örülök annak, hogy a góllövő listán is példaértékűen két olyan lány is szerepel, aki az előkelő helyen, akik ugye vitték a csapatot a hátukon. Emellett azonban voltak kettős igazolással játékosaink Kisvárdáról, akik a lehetőségekhez mértem, mert ugye nem minden bajnokin tudtak itt lenni, a lehetőségekhez képest nagyon sok oldalon tudták segíteni a csapat munkáját. Az MMTK végül a negyedik helyen végzett úgy, hogy döntetlent egyszer sem játszott a Vakarcs Kriszta által irányított együttes. 11 győzelem mellett 7-szer szenvedtek vereséget a Máté Szalkai Hölgyek. Az MB2-ben a negyedik hely újonc csapatként kiváló és reális. Én maximálisan elégedett vagyok a csapatom teljesítményével, hisz jellemzi a csapatomat a hullámvölgy kifejezés, mert voltak nagyon rossz meccseink, és voltak nagyon jók. Itt elsősorban a Hajdúböszörmény elleni hazai mérkőzésre gondolok, ahol sajnos időn túli 7-essel elbuktuk a mérkőzést, vagy gondolok a legemlékezetesebb meccsünkre, amikor a Kölcsey ellen sikerült hazai pályán kicsikarni a győzelmet. A jövőt még csak tervezik Máté Szalkán, az viszont már biztos, hogy lesz néhány távozója a csapatnak. Az elmúlt szezonban a végül ötödik helyen záró junior együttesből többen is lehetőséghez jutottak a felnőttek között, nekik ősztől még nagyobb szerepet szán a 8 utánpótlás együttest versenyeztető MMTK.